Életét vesztette egy ember, amikor kigyulladt egy 60 négyzetméteres lakóház több helyisége csütörtökön késő este Jászíványban. Az épületben tartózkodó ember életén már nem lehetett segíteni. Az elsődleges vizsgálatok alapján a tüzet nyílt láng használata okozta. A tűzoltók az ingatlan átkutatása során egy embert találtak, rajta azonban már nem lehetett segíteni, ő a helyszínen életét vesztette. Azt, hogy pontosan mi okozta a tüzet, a katasztrófa védelem tűzvizsgálati eljárás keretében deríti ki. Idén már több mint 1300 otthonban keletkezett tűz, 95-en sérültek meg és 18-an vesztették életüket. A legtöbb tűzeset nyílt láng használata vagy elektromos hiba miatt következik be. Gyakori, hogy a fűtőeszköz, a kémény rossz állapota, a dohányzás vagy a főzés vezet lakástűzhöz. Kérjük a lakosságot, hogy éljen a katasztrófavédelem által végzett ingyenes kéményseprés lehetőségével, amelyet a családi házak tulajdonosainak kérniük kell. Emellett fokozottan figyeljenek a nyílt láng használatára, gyertyát csak tűzálló alátétre tegyenek és úgy égessenek, mert ezzel elkerülhető, hogy a gyertya leégve meggyújtja a környezetébe lévő tárgyakat. Nyílt lángot soha ne hagyjanak felügyelet nélkül. Egy plafonra szerelt füstérzékelővel a halálesetek, füstmérgezések megelőzhetőek lennének, a keletkezett kár mértéke pedig minimalizálható lenne, hiszen a füstérzékelő a tűz keletkezésekor azonnal jelez.